Csendesek és működésük során egyáltalán nem szennyezik a környezetet. Alacsony az üzemanyagköltségük, olcsóbb a karbantartásuk, teljes élettartamukat tekintve pedig összességében kevesebbe is kerülhetnek, mint hagyományos vetélytársaik. Csak néhány azon előnyök közül, amelyet napjainkban az elektromos autózás jelenthet. 2016. április 30-án Kistarcsán számos egyéb hasznos információt is megtudhattak mindazok, akik a villanyautós családi napra látogattak a Csigaházhoz. Pár hete szerveződött adhok rendezvény, ugye az Egyesület kibérelte a Csigaházat, hogy akkor itt tartanák a közgyűlés, és ebből fejlődött aztán tovább a történet, hogy akkor ők az autókat akkor is szívesen megmutatnák a helyi lakosoknak. Ezt szeretnénk az emberekhez közelebb hozni, hogy ma már ez nem annyira a jövő, hanem inkább a jelen. És szeretnénk ezzel is mutatni, hogy tehát a Kistarcsi önkormányzat egy környezettudatos önkormányzat, most látszik rajtam, én is biciklivel érkeztem ide a helyszínre, és nagy valószínűséggel a mostani bemutató után a jövőben valamelyik nagyobb rendezvényünkhöz lesz ez az egész becsatlakoztatva. A programhoz kapcsolódóan délután 1 órától az érdeklődők több előadást hallgathattak meg a technika, a közlekedés, az autózás fejlődéséről, illetve a környezetvédelem fontos kérdéseiről. Villamos autóknak a megjelenése az összekapcsolható a közlekedés problémáival, környezetszennyezéssel és egyáltalán a jövő életünkkel, a fenntartható fejlődéssel. Elrettentésképpen, bár szerintem ezt mindenki ismeri, ha belenézett egy autóba, hogy hány-hány alkatrészből áll egy hagyományos robbanó motor, egy ottó motor. Hát bizony azt kell mondani, hogy közel, ha mindent figyelembe veszünk, 10 000 fölött van, talán még a 20 000-et is eléri az apkók kis bizgerákkal együtt, azok a dolgoknak a száma, ami egy autóhoz kell. Sajnos ez így van. De már csak a hűtése is nagyon komplex egy ilyen robbanó motornak, csak a hűtését emeltük ki ezen az ábrán. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy egy villamos motor, például egy indukciós motor, az alig áll 15-20 féle alkatrészből. Na mondjuk legyen 100, de akkor is a több ezerhez képest, ez a 100 óriásival kevesebb, tehát jelentősen kevesebb mennyiség, ami azt jelenti, hogy jobb az előállítása, hatékonyabb a rendszer, és jobban tudunk egy elektromos autóval boldogulni. Arról nem is beszélve, hogy annak idején nagyon-nagyon régen, majd fogjuk látni a képeken, először elektromos autók voltak, és csak utána jött a gőzautó, a robbanómotor, stb. Tehát nagyon érdekes, hogy vetettünk egy bukfencet, aztán 100 év múlva, 200 év múlva újra azt mondjuk, hogy na hát akkor megint jó lenne, térjünk vissza a jó kis elektromossághoz. Az előadásokon túl a látogatók a téren a tulajdonosoktól, használóktól első kézből is megtudhattak hasznos adatokat, személyes tapasztalatokat a villanyautókról. Akik már először ültek elektromos autóba, azok már annyira megszokják a jót, hogy azon túl, hogy nem szennyezik a környezetet, azon túl ők jobban érzik magukat, mert egyrészt nincsen ez a mikrorezonancia, mint amely általában a benzines vagy a dízeles motorokban megtalálható. A második az, hogy praktikusabb. Egyrészt mindenhol tudjuk tölteni, szóval bárhol, ahol találunk egy 220-as konnektort, ott mindenhol tudjuk tölteni, az áram az mindig adott. És másrészt, hogy gazdasági okai is vannak ennek az elektromos autónak, mármint azért használjuk, mert gyakorlatilag a hagyományos autóikhoz képest a hatodát fogyasztja annak. Manapság már Magyarországon nincs se súlyadó, se regisztrációs adó. A Budapest egész területén, illetve az egyéb megyei nagyvárosok egész területén ingyen lehet parkolni. Persze ez már zöld szerencszámhoz kötött. És még annyit el tudnak mondani, hogy más a vezetési élmény. Ugyanis minden elektromos autónak nincsen se kuplung, se váltókar, hanem gyakorlatilag mindegyik elektromos autó automata sebességváltóval rendelkezik, azaz gyakorlatilag előre-hátra menetellel rendelkezik, és nagyon könnyű, praktikus vezetni. Magyarországon már vannak ezek a hagyományos, például Volkswagen, Mercedes, illetve egyéb autógyártóknak a képviseletei, annan már rajta keresztül már be lehet szerezni.
A szervizelés az meg már másik dolog, itt még nem nagyon, itt még kezdetleges a szervizelése. Most mondanám azt, hogy Renault vagy a BMW-nél vannak kimondottan olyan szervizhelyek, de ez főleg inkább Budapesten, ahol már garanciálisan szervizelik az autókat. Ez nyugaton már elterjedt, szóval már hálózatszerűen van, Magyarországon most kezd elterjedni ez a szervizelési hálózat. A Magyar Villanyautóklub Egyesület fő célja a tájékoztatás, tapasztalatgyűjtés, információcsere, népszerűsítés, illetve a villanyautósok érdekeinek képviselete. Rengeteg érdeklődő van, akik érdeklődnek a villanyautó iránt. Vannak olyan tagjaink is, akik már rendelkeznek villanyautóval, de olyan tagok is, akik még nem, de az elkövetkezendő közeljövőben már egyre több villanyautót fognak vásárolni. Ez most csak most elindult, ezt nem tudni, senki nem tudja, hogy mikor lesz egy ilyen robbanásszerű fejlődés, mert ez most az akkutechnológián múlik, azon múlik, hogy mennyire lesznek olcsóbbak ezek az elektromos autók, de már így megéri ilyen áron is, ha már figyelembe veszük azokat az adókedvezményeket, illetve egyéb más kedvezményeket, már így megéri hosszú távon elektromos autót tartani. A fejlődés az igen gyors, és egyre gyorsabb lesz, mert a környezetvédelmi problémák és egyéb problémák rá kényszerítenek bennünket, mondhatni sürgetőleg hatnak a hátunkban kényszerítő eszközként, hogy minél előbb érjük el Edison álmát, aki azt mondta, hogy hát csodálatos energia, minden energiámat a napenergiába fektetném, bár csak el tudnánk érni addig ezt a lehetőséget, mielőtt kifogyunk a szénenergiából. Tehát azt gondolom, hogy ha a fejlődés ütemét nézzük, akkor jelentős eredmények fognak születni a következő 10 esztendőben, már csak azért is, mert a világ vezető gazdasági államai, Japán, Amerika óriási pénzeket fektetnek ezeknek a kutatásába. A résztvevők a kiállított elektromos autók között számtalan modellel, köztük néhány igazi kuriózummal is találkozhattak Kistarcsán. Hát a nagy részük ugye természetesen csak megtekinthető, hiszen azért ezek mind magánkézben lévő autók, ráadásul elég komoly értéket képviselnek, főleg ugye a Teslák, és abból volt több is, több típus is, de ezen kívül volt Renault, Nissan, Opel, BMW, és még olyan márkák, amiket megmondom az őszintét, hogy még a nevét nekem is meg kell jegyeznem, de tehát itt volt azért a 1-2 személyestől, a családi méretűn át, a sportkocsig, a roadsterig, tehát itt tényleg meg lehetett nézni, hogy gyakorlatilag most már mindegyik hétköznapi típusból van elektromos verzió is. Ezt szeretnénk a jövőben úgy továbbfejleszteni, hogy a haszongépjárműveket is szeretnénk majd bevonni, tehát elektromos haszongépjárműveket is szeretnénk majd bemutatni legközelebb.